Jelenleg is 16 ezer pedagógus hiányzik a magyar közoktatásban, az Ahang felületén pedig több mint 3 ezeren jelezték, hogy elhagynák a pályát, ha a kormány megfosztja őket a közalkalmazotti jogviszonyuktól. Ez a változás többek között azt jelenteni, hogy 4 helyett 6 hónapos lenne a próbaidő, ami alatt indoklás nélkül el lehet bárkit bocsájtani. A felmentési idő 8 hónapról 60 napra csökkenne, és az ingyenesen elrendelhető helyettesítések óraszámát 60-ról 80-ra emelnék. A tervezett státuszváltozás a pedagógusok szakszervezete szerint azt mutatja meg, hogy a fokozódó pedagógus hiányt azzal akarják kezelni, hogy a pályán maradó tanárokat kényszerítik még több munkára. A Magyar Helsinki Bizottság úgy véli, a státusztörvény számos ponton sérti a pedagógusok alapvető jogait, így a véleménynyilvánítási és tanítási szabadságukat is. És azt a helyzetet következő két vendégemmel megpróbáljuk elképzelni, hogy mi lesz akkor, hogyha ez a státusztörvény életbe lép. Itt van velünk a pedagógusok szakszervezetének elnöke, Szabó Zsuzsa, jó reggelt kívánok, illetve a Szülői Hang közösség részéről Miklós György, jó reggelt kívánok önnek. Szép jó reggelt. És legtöbbször a tanárok szempontjából beszélünk a változásokról, de én most azt javaslom, hogy legalább a beszélgetésünk elején vegyük végig azt, hogy a gyerekekre milyen hatással lesz, mert hogy nyilván a cél azért az közös, a tanárok, a szülők és a gyerekek részéről, hogy egy jó minőségű oktatás legyen idehaza. Tehát mi történik akkor mondjuk, hogyha kiemelek egy-két főpontot, a tantestületnek nem lesz joga dönteni a munkaprogramról, a szervezeti és működési szabályzatról, a pedagógiai programról, mert hogy ez átkerül a kerülethez. Mit érez abból a gyerek, hogyha az ő tanára óraadó tanár lesz többségében, és nem teljes státuszú tanár, és mit érez abból, hogyha mondjuk nagyon megnövekedik egy tanárnak a munkaterhe, és áthelyezhető lesz. Tehát lehet az, hogy akkor egyik pillanatra a másikra, egyik hétről a másikra őt nem ugyanaz a tanár fogja tanítani. Ez hogy csapódik le ez a sok változás nála? Hát én azt gondolom, hogy az iskolában ugye arra törekednénk elvileg, hogy a gyerekeket önállóságra neveljük. Most itt a kormánynak úgy látszik van egy olyan elképzelése, hogy szerintük úgy lehet önállóságra nevelni, hogyha pedagógusoktól elvesszük az önállóságot. Hát ez egy elég abszurd dolog, azt gondolom. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy egy szabadon működni képes, önálló pedagógus tudja a gyerekeket jól nevelni. Én azt gondolom, hogy az, hogy a pedagógusoknak nincs lehetősége a saját pedagógiai programukról maguknak dönteni, ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy rossz lesz az oktatás minősége, és az is elég nyilvánvaló, hogy egy kizsigerelt tanár sem tud jól dolgozni, de egyébként nem csak a pedagógusoknak az önállóságát csorbítják, tehát vannak olyan pontok ebben a törvényben, amik direkt a szülői jogokat veszik el, ilyen az, hogy a fegyelmi ügyekben például eddig ugye a nevelőtestület dönthetett, most ez megszűnik annyiban, hogy a nevelőtestületnek csak egy szavazata lesz, és a fenntartó, az igazgatóval együtt, akit szintén a fenntartó nevez ki, leszavazhatja a nevelőtestületet. Hát gyakorlatilag könnyebb lesz kirúgni egy problémás eset, a helyet, hogy mondjuk megpróbálnak megoldani, és a szülőktől pedig elveszik a fellebbezési jogot, tehát a szülők is kiszolgáltatott helyzetben lesznek. Én azt látom, hogy alapvetően hát mindenkit így rendre akarnak utasítani, alapvetően az az üzenet, hogy mindenkinek, hogy kus legyen. Mit éreznek ebből a gyerekek? Mindent. A gyerekeknek olyan csápjaik vannak, hogy mindent letapogatnak. Amikor bemegy egy pedagógus a tanterembe, rögtön tudja a gyerek, hogy hogyan kell igazodni a pedagógus akkori állapotához, és ebben ez a legborzalmasabb, hogy nincs stabilitás, nincs biztonság, nincs állandóság, és nincs béke az oktatásban évek óta. Ez valami félelmetes, tehát az, hogy a kollégáimat vezényelhetik, az, hogy azokat a kollégákat, akiket visszafoglalkoztatnak, ők 50%-ban is lehetnek egy-egy tantestületben, azt eredményezi, hogy a bentmaradók, a rendszer szinten ott dolgozók, ők nagyobb terhet vállalnak, hiszen az óraadó kollégáim, ők nem fognak ügyelni, nem fognak ebédeltetni, nem fognak egyéb feladatokat ellátni. Minden marad azokra, akik határozatlan idejű szerződésben dolgoznak. Fásultak, kiégettek, reménytelenek a kollégáim, és nem, hogy a megoldás felé törekedne a kormány, nem, hogy valami látható jövőképet vetítene
az oktatás valamennyi dolgozója felé, hanem még fenyegetés, tovább zsarolja őket, minden a félelem irányába mozdul. Ha ez a kép valóban annyira borús, mint amit felfestenek, akkor hogy van az, hogy 3000 tanár írta egyelőre alá az AHANG petícióját, mondván, hogy akkor ezt ő így ilyen keretek között nem fogja folytatni? Van rá válaszom. Minél kisebb a település, annál inkább beazonosítható, hogy ki az, aki ezt aláírta. Tegyük fel, hogy van egy olyan település, ahol van egy általános iskola kis létszámmal, és ott valaki aláírja az a hangpetícióját, mert oda kell írni még a település nevét is. Itt van vége vagy a kollégának, vagy az ő házastársának, aki esetleg vállalkozó, és nem kap majd további megbízásokat. Jó, akkor tegyük félre a petíciót. Van-e arra vonatkozóan valamilyen típusú becslésük, hogy hány olyan tanár lesz, aki ilyen keretek között nem akarja majd folytatni a tanítást? Számokat nem tudok önnek mondani, de az teljesen biztos, hogy elindult a vándorlás az oktatásból. Már a tavalyi év végén nagyon sokan azt mondták, hogy nem tovább. Ugyanez folytatódott szeptemberben. Nem véletlen, hogy ezt a törvényt megalkották, hiszen alkalmas arra, hogy elfedje a pedagógus hiányt. Láthatóan mindent megtesznek ennek érdekében. És a másik, ami nagyon szomorú, hogy alkalmas arra, hogy további pénzeket vonjanak ki az oktatásból, ami már így is egyszerűen félelmetes. Igen, erről beszélünk, ez az elfedi a pedagógus hiányt, hogyha egy tanárt átvezényelnek valahonnan valahova, akkor A-ból, ahonnan átvezényelték, azért hiányozni fog. Nem? Hát összességében ugye rettentő. Nem lett több ettől a tanár, csak... Hát én azt gondolom, hogy ugye toldozgatják, foldozgatják a rendszert. Na most ettől, hogy így küldözgetik, nem tudom, hogy melyik fiatalnak lesz kedve így elmenni dolgozni pedagógusnak, és hát természetesen a gyerekeknek is nagyon rossz, hogyha egy olyan valaki tanítja, aki épp hogy csak beesik, és aztán megy is tovább. De egyébként nem csak ilyen van, olyan is van például, hogy legálissá teszik azt az egyébként már létező gyakorlatot, hogy pedagógus hallgatókat, egyetemi hallgatókat vonnak be az iskolai oktatásba. Tehát ez is azt gondolom, hogy a pedagógus hiány elfedésére szolgál, és hát szakmailag nagyon rossz, és ez is azt gondolom, hogy elrettenti a fiatalokat. Mennyire vannak tisztában ennek a módosításnak a részleteivel a tanárok, és azzal, amiről talán mi sem beszélünk eleget, hogy ez automatikus lesz. Tehát, hogy senkit nem állítanak egy döntés elé, hogy aláírja vagy sem, hanem átkerül az új státusztörvény hatája alá. Az az érdekes, hogyha valaki nem akar, akkor az új kinevezés közlésétől számított 5 munkanapon belül kell ezt jelezni, akkor megszűnik a munkaviszonya, és egy havi végkielégítés jár. Na hát ez a fölháborító. Ha azt nézzük, hogy a jelenlegi helyzetben 2-8 hónapig terjedő végkielégítésre jogosult a kollega, az új státusztörvényben erről már szó nincs, és ez az átmeneti törvény, ameddig az átállítást megvalósítja, ez pedig ezt a veszélyt hordozza magába, sőt nem hordozza magában, hanem vetíti előre. Minden kollégámnak azt ajánlom, hogy nagyon figyeljenek és nagyon olvassanak. Mi már jó ideje, ahogy megjelent a törvény március eleje óta, hangoztatjuk mondjuk, és ugye a nyilvánosság ereje az, ami talán-talán fékezheti ezt az egész átalakítási folyamatot. Most még beszélhetnek róla, utána Most még beszélhetnek róla, utána viszont egy jogalap lesz arra, hogy akár meg is szüntethetik az ő munkaviszonyát, mert hogyha nem szépen beszél és nem a jó hírét kelti az oktatásnak az adott intézménynek, az bizony egy olyan következményt mond maga után, ami veszélyes. Konkrétan nyilván nagyon más a szempontrendszer, de ki mit tanácsolna egy tanárnak, hogy akkor jelezze azt, hogy felmentését kéri, és akkor megszűnik a munkaviszony, és elbúcsúzik a pályától, vagy menjen át ebbe, ami viszont mindkettőjük szerint ezersebből vérzik, ez az új státusz. Feltétlenül végig kell gondolnia a család élethelyzetét. Hogyha abban gondolkodik, hogy el akarja hagyni az oktatást, akkor azt meg kell, hogy tegye még májusban. És itt a veszély a gyerekekre nézve, hogy a tanév még javában tart, amikor ezt be akarja vezetni. Tehát megint csak arra alapoz a kormány, hogy a pedagógusok hivatástudata, felelősségtudata majd megmenti ezt az egész veszélyhelyzetet, ami várható, mert nem fognak elmenni a kollégák tanév közben, mert végig akarják vinni az osztályukat, de ha végigviszik, akkor az ő rájuk vonatkozóan már hátrányos lesz.
Hát itt nincs jó megoldás. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor voltunk már itt is olyan beszélgetésen, ahol ugye a rossz döntéseknek a következményét atolgattuk. Én azt gondolom, hogy megoldás az csak hosszú távú erőfeszítéssel lehetséges. Ha valamit tanácsolni lehet, én azt tanácsolom mindenkinek, akinek köze van az oktatáshoz, hogy szerveződjön. Nem beszéltünk egyébként erről Zsuzsával, de én azt javaslom minden pedagógusnak, hogy lépjen be az általa preferált szakszervezetbe. A szülők is kapcsolódjanak valamilyen oktatási fórumhoz, szülői szervezethez, diákszervezethez, vagy közösség akár. Tehát itt, és egyébként még azt is nagyon javaslom. És akkor mi lesz? Én azt is nagyon javaslom. Én azt is javaslom, hogy minden iskolában, helyi szinten is keressék egymás szülők és pedagógusok, legyen valami fajta kommunikációs fórum, akár online, akár személyes, mert az, hogy mindez megtörténik, én azt gondolom, annak egyrészt az az oka, hogy nem eléggé jól szervezzük magunkat, másrészt pedig az, hogy nem elég nagy a tudatosság, tehát nagyon, hát azért elég sok pedagógus is van, aki ugyan a törvényt elutasítja, de nem meri felemelni a hangját, és elég sok szülő is van, aki nem foglalkozik eléggé mérehatóan, és ha ezen tudunk változtatni, akkor ezáltal áttételesen remélem, hogy javítható a helyzet. Gyakorlatilag akkor most azt mondta, hogy egy tanárnak most május 31-ig van ideje arra, hogy eldöntse, hogy szeretné a hivatását folytatni, vagy igen, nem, utána sokkal rosszabb körülmények között. Igen. Jelenleg folynak a tárgyalások, tehát tárgyalóasztal mellett vagyunk, de a legszomorúbb az, hogy a sztrájk tárgyalásokban, ami 21. októberétől indult, semmiféle eredményt nem tudunk felmutatni. Az, hogy a pedagógusok még a jó része, mondjuk aki egyedül neveli a gyerekét, az a pedagógus nő létminimum alatt él, azért az borzalmas, és erről nem esik szó. Itt most jön a fenyegetés, jön a bizonytalan holnap, de a való mai életre vonatkozó megoldásokat abszolút nem látunk. Van hitegetés, amelyben most már elfáradtak a kollégák, és azt mondják, hogy nem hisznek. Senkinek nem hisznek. Éljék túl a mát, és ez egy borzalom, mert ez megint kihat a gyerekre, kihat a családokra, mert azt szeretném elmondani, és nagyon felhívom az oktatási irányítók figyelmét. Ha egy pedagógus nem tud mosolyogni, ha nem tud türelmes lenni, mert megélhetési gondjai vannak, mert a munkahelyén minden egyes nap a stressz özöne várja őt, akkor bizony az a gyerekeknek a legnagyobb ártás. A saját személyiségével is tanít. Igen, igen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük.